Média staféta konferenciát szervezett a Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék egy olyan programsorozat keretében, ami 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy összefogja a Kárpát-medencében kommunikációval, médiával és újságírással foglalkozó egyetemi tanszékeket, amelyek magyar nyelvű képzéseket folytatnak, elősegítve jövőbeli együttműködésüket is. A médiatudomány magyar nyelvterületen is egy olyan kettős elvárásrendszer előtt áll, amely hát egyrészt ugye azt követeli tőlünk, azt kéri tőlünk, arra hív föl minket, hogy a tanszékeknek a szűkebb társadalmi környezetének, illetve a nyelvi kulturális, a saját nyelvi kulturális közösségnek az önértését segítsük elő, tehát színvonalas magyar nyelvű publikációkat, szakmai megnyilatkozásokat kell tenni. Másrészt viszont szükség van arra is, hogy részt vegyünk a nemzetközi alakításában a médiatudománynak. Az itt bemutatott kutatások is ennek a kettős elvárásnak igyekeznek megfelelni. Különleges a mostani média staféta, hiszen idén 30 éves a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék. 1991-ben elsőként a PTN jött létre Magyarországon önálló tanszék, a kommunikáció és médiatudományra fókuszálva. 90-es évek elején indulnak meg a tudományegyetemeken a kommunikáció és médiatudományi szakok, mint az egész magyar társadalomban ez egy ilyen nagy gründuló, alapító korszak volt, amikor hát maguk a képzések, a szakok is keresték a helyüket, gyakorlatiasabb irányba elindulva, vagy pedig elméleti irányba elindulva. A későbbiekben egy olyan jelenség is megfigyelhető, hogy divattá válik a kommunikáció és médiatudományi képzés. Voltak hullámzó időszakok, de szerencsére fennmaradt az érdeklődés a tanszékünk munkája és a tanszék által nyújtott képzési lehetőségek iránt, és továbbra is arra törekszünk, hogy akik a média, az újságírás irányába óhajtanak tájékozódni, ott munkát keresni, akkor azok megszerezzék a megfelelő alapokat.